Sziasztok, Márk vagyok, és ma fifázni fogunk egyet. Az előző részben tetszett nektek, ahogy szenvedek itt az online térben, úgyhogy miért ne ismételnénk meg? Tartsatok velem! Na nézzük, srácok, kivel hoz össze a szerencse, vagy a bal szerencse? Amúgy kezdem azt gyanítani, hogy ez a mexikói és ez a német mez okozza itt a problémákat, mert természetesen nem én vagyok béna, a mez rossz. Úgyhogy lehet, hogy nézni fogok valami másikat. Jézus, atya úristen! Mondjuk a védelme annyira nem jó. Mondjuk úgy mondom, hogy nem elég jó a védelme, hogy nekem sokkal jobb papíron, tehát a játékosok önmagukban jobbak lennének. Csak én vagyok szerencsétlen. Szóval erős kezdés a sráctól, azt kell mondanom. Vagy lánytól, franc tudja. Ott van! Gyönyörű! Szépen áttettem a jobb lábára, aztán be a jobb felsőbe a sarokból. Úgy is van. Hát, legalább vezetéssel kezdjük a videót, srácok. Talán végre kaptam egy béna játékost? Vagy én tanultam meg így két videó között jobban játszani? Nem hinném, hogy én lettem jobb. Kerr, milyen lehetőség volt? Át kellett volna emelni a kapuson. Ó, na már számított rá. Elmiszem el. Pont elfut. De ez már nem lett meg. Nyonza, ha, vidd! Gabriel Jesus. Trying to find the opening, which would be so crucial. Salah! Fabinho! Brave blocking. Bardi. Oh. Jó, kinevetem, de ez hatalmas mázli volt, hogy elrontotta. Hát nem hiszem el. Pedig nem volt rossz kiugratás, de Kepa kifogta. Minden idők legjobb menedzsere. Jó, Gabriel Jesus, meg... Az piros? Az bizony piros? Úgy is van. Jó. Mondtam, hogy nem olyan erős a védelme, hát egyel gyengébb lett. Tehát ezt a rácsúszást hogy engedheti meg magának? Ah. Túl sokat trükköztem. Ez viszont fölé. Na, behoz egy védőt, egy támadó. Ó, behozza Van Dijk-ot. Szalá, mi a francot keres ennyire hátul? Na akkor lóduljál meg Van Dijk mellett. És ez megint semmi? Már bocsánat, sportás. Jó, és Zaha megindulhat. Annyira hátra? Én nem akartam annyira hátra. De oké, lehet róla szó. Fúzd meg, Salah, az Isten verjen meg.
Hát mégis megfutatta, amit kértem tőle, az megvolt. Hagyjatok már békén, persze, úristen, a közönség felhergelődik. Ez egy büntető volt. Köze nem volt büntetőhöz, egyrészt. Másrészt azt a... Na, most már elegem van. Másrészt, amiket ez a másik gyerek megenged magának. Mindegy, vezetek, ez a lényeg. Valaki! Hát hihetetlen! Spori! Lefújni! Valami! Ennyi? Istenem! Hú! Végre! Srácok! Szenvedős volt! Borzalmas támadásaim voltak. Belelőttem a kapusba egy párszor, meg rossz lövési metódusokat választottam. De megvan az első győzelem a FIFA gameplayekben. Érdel! Hú, és Lucas Moura megindul. Ez jó, pedig ez nem volt rossz. Áthúzhattam volna a másik lábára, és akkor talán egy fokkal jobb lett volna. Jó, Martial. Mi volt ez? Borzasztóan lőttem el, tehát esélye se volt kapura menni, majd a védő így bekotorta nekem. Szegény. Ezt nézzük. Aha. A védő átemelte Ellisont, és tökéletesen be a felsőbe. Szegény. Ezek után adnám el Joe Gomez kártyáját, az biztos. Hú, bakker! Ne! Anthony Martial taking on the opposition and the responsibility as well. It's a crossbar. Hihetetlen. Még meg is pattant, kapusnak esélye nem volt, de kapufa. Ó, ezt nem mondod. Ezt nem mondod. Ez egy passz nem bírok megcsinálni, azért szánalmas. És ezt nem is írom a FIFA számlájára, azon túl, hogy igen, siralmas a játék fizikája. Szimplán az én szerencsétlenkedésem, mert az oké, hogy a játék fizikája siralmas, de mindenki számára ugyanannyira siralmas. Tehát, hogyha mindenki más rajtam kívül jobban ki tudja használni, az... az gáz. And with me in the commentary position is the former Arsenal. And now passing it through. Salah. Jól van, Salah. Add le. És nem mondod, hogy ezt nem tudom belőni, hát úristen. Koure. This is Salah. This might be ideal for the counter. Igen! Hú! Sikerült átpattintani a kapust. Az előző nagyon csúnya kihagyott helyzet után azért ezt most jól esett bevágni. Mahrez.
onto Guardiola. Jó. Straight at the keeper. No real difficulties for him. No, decent positioning from the goalkeeper. Poor shot, to be honest with you. Vardy. Áj. Pont ott volt a terület. Well, the crowd are reacting to this effort the players are putting in. They just need to keep their concentration and the game should be theirs. This is Salah. Well, they're running towards goal. Jó. Hihetetlen. Ilyen tiszta helyzeteket egyszerűen nem tudok kihasználni. És megvan! Na, srácok, három meccsből kettő győzelem, egy vereség. Hát ez az előző videóhoz képest egy drasztikus javulás. Úgyhogy ezt a részt ezzel a rekorddal itt hagyjuk abba. Találkozunk legközelebb. Sziasztok! Köszi, hogy végignézted! Ha tetszett, akkor dobj egy lájkot, illetve ha még nem tetted meg, ne feledkezz el feliratkozni a csatornára. Ha pedig még több videót szeretnél nézni, akkor ezt a kettőt csak neked ajánlom.